Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Művészet folyóirat labbemutatóján. Idén ez az első labbemutatónk, úgyhogy az első három számról fogunk beszélgetni, az első három lapszámról. Megszokhatták már, hogy ezek a Magyar Művészet lapszámok általában tematikus összeállításokat tartalmaznak, de ez a tematikus szigorúság, ez fokozatosan oldódik, hiszen elmondhatom már, hogy a szerzői körünk is folyamatosan bővül, nem csak az olvasók és a közönség köre. Ezért egyre többen küldenek már önszántukból, saját kutatási eredményeikről beszámolva írásokat, úgyhogy azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon szerencsés helyzet, hogy már nem vagyunk csak arra rászorulva, hogy témákhoz, kimondott témákhoz kössük a lapszámokat, és ennek megfelelően a januári, márciusi és a májusi számok is elég színesek tematikusan. A januári lapszámnak azt a címet adtuk, hogy művészet és filozófia, mert nagyon sok művészet és filozófia, művészettudomány miben létével kapcsolatos írás kapott helyet ebben az összeállításban. A márciusi lapszám, ahogy azt hiszem most a magyar szellemi életben szinte mindenütt a Petőfi és a Madács bicentenáriumnak szenteltük ezt a lapszámot, és nagyon izgalmas új kutatási eredményeket, új megközelítéseket is tartalmazott ez az összeállítás. A májusi lapszámunkban pedig részben van egy klasszikafilológiai blokk, részben pedig egy színház történeti, intézmény történeti összeállítás, amellyel a most zajló színházi olimpia előtt is szeretett volna tisztelegni a szerkesztőség. És ennek megfelelően köszöntöm itt az asztalnál, akik helyet foglalnak, Ungvári Judit, aki színházkritikusa, Magyar Katolikus Rádió szerkesztője, újságírója, és aki a nekünk küldött tanulmányában a mitemek történetét foglalta össze, azokat az identitás alakzatokat és rendezői szemléletmódokat, amelyek a mitemen eddig megjelentek. Pusztai Virág, aki az ember tragédiájának a mozgóképes reprezentációiról, adaptációiról írt egy kitűnő tanulmányt a magyar művészetbe, és Egri Petra, aki pedig divatkutatásokkal foglalkozik elsősorban a Pécsi Tudományegyetemen, és Király Tamásnak a munkásságával, a divatsétáival foglalkozott, és erről írt egy tanulmányt. Velük fog beszélgetni, ugye minden számból egy-egy témát emeltünk ki, és velük fog beszélgetni a megszokott módon Sturm László kollégám, akinek át is adom a szót. Én is mindenkit szeretettel köszöntök, és rögtön el is kezdjük Ungvári Judittal a beszélgetést, mert neki viszonylag hamar el kell mennie, és azt kérte, hogy akkor az elején adjunk időt. Az az első kérdésem, mert van, aki tudja, van, aki nem. Mi az, hogy mitem, mi az, hogy színházi olimpia? Hát akkor kezdem a mitemmel, mert ez a legfontosabb előzménye a színházi olimpiának is. A mitem 2014-ben indult, és hát ugye Madács nevét viseli, tehát Madács nemzetközi színházi találkozó, ennek az angol elnevezéséből van a rövidítés, tehát abból származik. És ezt a Nemzeti Színház alapította, hozta létre ezt a fesztivált. Tulajdonképpen az előtörténete, aminek én félig meddig tanúja voltam, mert én Debrecenből kerültem Budapestre, Debrecenben voltam újságíró hosszú időn keresztül, és hát ugye volt szerencsém végig követni azt a folyamatot, ahogyan maga a gondolat megszületett, a Vidnyánszky Attila gondolata volt ez, és hát az ő álma volt, hogy egy olyan nemzetközi kitekintésű fesztivált szeretett volna létrehozni, amely idehozza Magyarországra a legjelentősebbnek mondható színházi alkotókat, társulatokat,
és hát egy kicsit segít abban is, hogy mi el tudjuk helyezni magunkat a nemzetközi színházi viszonylatban. Tehát innen indult, ebből a gondolatból származott a MITEM, amely 2014-ben rendezték, amelyet 2014-ben rendeztek meg először. Ez rögtön akkor történt meg, ugye, amikor az első évadát írta Vidnyánszky Attila vezetésével a Nemzeti Színház. Ezt annyira fontosnak tartották, hogy azonnal el is indították ezt a projektet, csúnya szóval. De mindenféleképpen fontos az, hogy már a kezdetétől fogva a MITEM egészen széles merítést hozott, ami a nemzetközi színházi társulatokat, alkotókat illeti, hiszen ha jól emlékszem, az első évben még talán iraki társulat is volt, tehát ilyen egészen különleges dolgok is voltak. És hát ugye azóta, hát ha csak a számokat nézem, akkor ha jól emlékszem minden számra, akkor körülbelül 40 országból volt itt olyan 200 előadás, úgy összességében ez a nagyjából tavalyig van ez a szám, az ideivel már bővül az előadás szám, az idén még ehhez hozzájött, ugye, hát próbálok visszaemlékezni a számokra, de azt hiszem, hogy 35 előadás, különböző, már hogy 35 különböző előadás, és ez a MITEM, az idei MITEM, ez már a Színházi Olimpia része. Na most akkor áttérve a Színházi Olimpiára, hogy a kérdés második felére is válaszoljak. A Színházi Olimpia az egy 30 éves kezdeményezés, a több mint 30 éves, az akkori legnagyobb rendezők hozták létre ezt az eseményt, és ők találták ki. Közülük talán, aki ismert lehet itt, hiszen vendégszerepelt, illetve rendezett, tehát vendégszerepelt előadásával is a MITEM-en, és rendezett is a Nemzeti Színházban a Theodoros Terzopulos neve talán mond valamit, aki az egyik alapítója volt, és hát kitalálója volt, és hát ugye a nevéből adódóan sejthető, hogy görög, tehát nem véletlen, hogy visszanyúlt egy kicsit a görög eszményhez, és ennek a gondolatnak a mentén találta ki a Színházi Olimpiát, mint olyat, hiszen ugye az volt az alapgondolat, hogy annak idején az antikvitásban, az olimpiák idején gyakorlatilag még a fegyvereket is letették. Hát ez sajnos ma nem így van, de hát ez volt a kiinduló gondolata neki. És ugye ez a 30 valahány év, azt hiszem 32 év pontosan, ez a 30 valahány év, amióta létezik a Színházi Olimpia, ezt több helyszínen rendezték már meg a világban, volt Indiában, volt Lengyelországban, szóval több helyen most mindent nem fogom tudni felsorolni. Legutoljára japán-orosz közös rendezésben Szentpétervárott történt meg a Színházi Olimpiának a rendezése, és még annyit akarok kiegészítésül, hogy néhány nevet azért hadd mondjak, aki most például itt a Színházi Olimpián is részt vett szerencsére. Ez lett volna a következő kérdésem, hogyha tudtad követni, akkor mik voltak az emlékezetesebb előadások, illetve most mitől vársz sokat? Igen, tehát egy kicsit azért érdemes megemlíteni azt a néhány nevet, aki még hozzátartozik a Színházi Olimpia alapítóihoz, és köztük elsősorban kiemelném a Tadashi Suzuki nevét, aki hát most itt vendégszerepelt az elmúlt hetekben, hiszen április 16-án indult el a fesztivál, az idei MITEM fesztivál, ami már a Színházi Olimpia jegyében zajlik. Maga az olimpia egyébként sokkal tágabb programot képvisel, tehát a mostani MITEM az nem teljesen esik egybe a Színházi Olimpiával, hiszen a Színházi Olimpia rendezvényeihez ezt azért tudni kell, hozzátartoznak vidéki programok, bekapcsolódott ebbe a táncszínház, szóval nagyon sokféle dolog van ennek égisze alatt, tényleg bábszínházak, szóval rengetegféle rendezvény része a mostani Színházi Olimpiának, de visszatérve a MITEM-re, tehát vendégszerepelt a Tadashi Suzuki, aki szintén ennek a nagy rendező generációnak a tagja, az alapító tagja az olimpiának, de hát többen voltak még, most nem kezdem el itt a felsorolást, egy kicsit hagyok lehetőséget a kollégának, hogy kérdezem.
Hát mondom, ezt kérdeztem volna, hogy még valami nagyon különleges előadások, amik valami más színházi levegőt hoztak be, és hogy ennek volt-e haszna, vagy ez csak egy ilyen öröm a színházak, a színészek számára, hogy találkozhatnak, nézhetnek, vagy ennek tényleg van olyan haszna, amit persze elmondunk, hogy megismerjük, de hát végülis egy videóról is megismerhetnénk. Mi a különbség? Hát azért egy videó soha nem ugyanolyan, mint egy színház, ezt azért rögtön az elején leszögezném. Nyilván, hogy egészen más egy színházi előadást élőben megnézni eleve. De hát ugye ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon kiemelt koncepciója a MITEM-nek, hogy ez nem egy verseny. Itt a találkozás és a párbeszéd a legfontosabb. Tehát az a találkozás, hogy társulatok eljönnek ide, megnézik, hát nyilván lehetőség szerint, persze mindenki nem tud itt az elejétől a végéig itt lenni, de legalább abban az egy-két napban, amíg itt vannak és készülnek az előadásra, esetleg egymás előadásaiba belenéznek. És hát nekünk a legnagyobb nyeresség nézőknek, hiszen végig tudjuk nézni, tehát helyhez jön, vagy helybe jön a világszínház, azt lehet mondani. Nagyon sok emlékezetes előadás volt, és nagyon sok kuriózum az elmúlt, hát sajnos csak 9 évről beszélhetünk, mert a pandémia miatt egy év kiesett, de most így hirtelen, amik eszembe jutnak, hát ugye itt a környező országokból természetesen rengeteg előadást vendégül látott a MITEM, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk nyilvánvalóan Romániától, Ukrajnán át, Lengyelország, tehát a közép-kelet-európai térség, a balkáni országokból is nagyon sok előadás jött, macedón előadás, stb. Tehát, hogy innen természetesen voltak előadások. Nyugat-Európából voltak, Franciaországból, Olaszországból nagyon sok előadás jött, Skandináviából is jöttek, mert Svédország, Norvégia is volt. Most próbálok visszagondolni, tehát itt azért Európából, majdnem minden országból volt, azt lehet mondani, nagyon kevés maradt ki. Picit távolabbi területekről, mondom a kuriózumokat, például ugyan Oroszország, de hát ugye a tanulmányban is említem ezt a társulatot, mert nagyon érdekes volt, amit hoztak. Jakutföldről, tehát egészen a távol-keleti térségből volt egy szaha nyelvű Shakespeare előadás. Érdekes, hogy azért a Shakespeare az a különlegességek között nagyon sokszor visszaköszön. Vagy mondjuk az idénből, ha már Shakespeare-nél járunk, idén 2 grúz Shakespeare-t is láthatott a közönség. Rendkívül izgalmas előadások voltak ezek is. De akkor próbálom még a kuriózumokat összeszedni. A már említett Tadashi Suzuki, ugye, aki most először hozta el a Tógából a saját társulatát, ő 2 előadással is, ő viszont görögökkel, trójai nőkkel és az Elektrával érkezett. Nagyon izgalmas produkciók voltak ezek. Picit azért a japán kultúrával is találkozott a dolog, mert hát ugye az ő rendszere, egy nagyon érdekes színházi módszere van neki, ami a japán kultúrából gyökerezik, de kortárs egyébként, tehát kortárs módon közelíti meg az előadásokat, és kortárs értelmezést ad, viszont hát azért azt nem lehet letagadni, hogy milyen kultúrából nőtt ő ki. De még sorolva tovább a kuriózumokat, az arab világ is megjelent itt 2018-ban, hiszen akkor volt egy ilyen kis mini fesztivál a fesztiválban, ahol tulajdonképpen a Nyugat-Európába emigrált arab társulatok jó részt ők fordultak elő, de nem csak, mert Tunéziából is volt előadás, illetve Libanonból olyan előadás, amit, tehát hogy helyi alkotók, tehát akik ott élnek, ott dolgoznak, olyanok hoztak. Szóval elég sokféle. Ja, és az idén, hát az új kuriózumot ne felejtsem ki, ez most volt a napokban, nem olyan régen 3 darab mexikói előadást láthattunk. Tehát azért volt itt merítés bőven. Volt, ami annyira kuriózum volt, hogy nem értetted a jelrendszerét? Azt azért nem lehet mondani. Már csak azért sem, mert azt gondolom, hogy a színház nyelve eleve univerzális. Tehát, és ezt tényleg komolyan gondolom, hogy nem nyelvfüggő, valóban nem nyelvfüggő.
ezt lehet látni, hát ugye ezeket az előadásokat mindenki az eredeti nyelven hozza, és vagy felirattal, ritkább esetben fordult elő, és hát ugye ezzel óvatosan is bánnak, hogy a szervezők, hogy szinkrontolmácsolással menjen. Egy-két esetben engedték meg ezt maguknak, amikor olyan szintű szinkrontolmácsot sikerült találni, aki egy picit azért ezt hát ügyesen, hogy mondjam, érzékeltetni is tudta a színpadon történteket, de ez azért nagyon, nagyon ritka. Felirattal követhetők nyomon az előadások, de azt mondom, hogy tulajdonképpen ettől függetlenül is mindenki, aki befogadó kész, az képes ezeket az előadásokat befogadni. Tehát az képes arra, hogy értelmezni tudja. Ráadásul ugye az előadások egy jó része nagyon erős vizualitást képvisel manapság. Ez ma elég jellemző különben is. Tehát azért a vizuális effektusok, meg hát a színház eleve egy összművészeti műfaj, tehát azt lehet mondani, hogy sokkal könnyebb befogadni, mint mondjuk az irodalmat, ami hát ugye nyilván értelemszerűen nyelvfüggő. Igen, itt az egy elméleti eszmefuttatással is kezdesz, hogy a színház és az identitás mennyire összefügg, arról írsz. Hát ha akarjuk, ugye minden összefügg az önazonossággal. Mi a színház specifikuma? Miért jobb? Arra gondolok, azt mondod, hogy egyetemes a nyelve, talán azért, mert ez valamilyen archetípusokra jobban visszamegy, de az irodalom nem ugyanezt teszi? Vagy mi itt a különbség? Talán azt lehet mondani, hogy a színház azért tud ennyire identitás kifejező lenni, hiszen a gyökerei azok valahol a nagyon régi, nagyon rituális közösségi létben gyökereznek. És azért ezt azért fontos leszögezni, hát nyilván a tanulmányban valamennyire boncolgatom is, hogy a közösségi rituáléink, azok azért mégiscsak ahhoz a szűkebb közösséghez kötődtek mindig, ami persze nagyon nehéz, és hát nem is vágnék bele abba, hogy nagyon elméleti módon értelmezzem, hogy az identitás az végül is, inkább csak problémafelvetést tettem a tanulmányban is, hogy az etnikális, vagy kulturális, vagy hogy egyáltalán milyen gyökerű, szóval nagyon sok összetevője van azért ennek, azt lehet mondani, de egy biztos, hogy az a közösség, amely megteremtette ezeket a nevezzük rítusoknak, tehát rítusokat, szertartásokat, és így magát a színházat is, amely maga is értelmezhető egy szertartásként, hiszen ha a néző bemegy, akkor részt vesz valamiben, óhatatlanul, még akkor is, hogyha kukucskáló színházat néz, akkor is ott van fizikálisan, és részt vesz ebben az eseményben. De hát természetesen nem csak ilyen fajta színház létezik, nagyon sokféle színház létezik, és már az is színház, most teljesen véletlenszerűen most ezt a példát ragadom ki, de hát nagyon sok példát lehetne. Már az is egy színház, amikor kiáll, erre pont egy arab előadásban láttunk példát, kiáll egy ember és elmesél egy történetet, és közben mellette egy zenész zenél. Tehát ez is egyfajta színházként értelmezhető aktus, és hát ugye nem csak egy sokszereplős darab lehet színházi tett, színházi cselekvés. Köszönöm. Következő beszélgető társam akkor Pusztai Virág, mint már elhangzott. Hát volt az negyed órája, úgyhogy jobb emlékeztetni. És itt az ember tragédiájáról van szó. Téged mi kezdett el először érdeklődni? Madács, és azért nézted meg az adaptációkat, vagy a film, és így jutottál Madácshoz. Igazából a film és a képek világa, bár nyilván Madács az meghatározó élmény volt számomra már középiskolás koromban. Azt hiszem, hogy most vannak az érettségik, erről eszembe is jutott, hogy nekem azt hiszem, hogy annak idején Madácsból érettségiztem, vagy a irodalomból Madács eszét kellett írni, és ezzel akkor a tanulmánnyal álltál bosszút. Nem kellett bosszút állnom, hál' Istennek erre nem volt szükség, de igazából mind a kettő, és úgy logikusan összekapcsolódott. És itt a Madács adaptációkról írsz. Először tisztázod, mi az, hogy adaptáció, milyen fajtái, fokozatai vannak. Ezt foglald össze, kérlek.
Igen, amikor megkaptam ezt a nagyon megtisztelő felkérést, hogy Madács ember tragédiája című művének a mozgóképes adaptációiról írjak, akkor végig gondoltam azt, hogy milyen szempontok alapján lehet ezeket elemezni, és ilyenkor óhatatlanul belefut az ember az adaptáció kérdésébe, hogy egyáltalán mi az az adaptáció, mitől lesz jó egy adaptáció, milyen szempontból kell, hogy jó legyen. Azt hiszem, hogy az az élmény mindannyiunknak megvan, vagy az a jelenség, amikor mondjuk van egy könyv, ami a szívünknek nagyon kedves, egy olvasmányélmény, és utána abból készül egy film, és azt megnézzük a moziban, vagy a tévében, vagy valamilyen formában, és sokszor csalódás ér bennünket ilyenkor. Mert nem olyanok a szereplők, mint amilyennek mi elképzeltük őket, nem olyanok a helyszínek, a mi fantáziánkban egészen másképp élt a dolog. És hát a filmrendezőknek meg kell küzdeniük ezzel a jelenséggel, hogy ha a néző úgy néz meg egy filmet, hogy előzetesen már van valami saját képe arról, és saját képek vannak a fejében azzal a művel kapcsolatban, akkor ez hátrány is lehet, bár akár még előnyére is fordíthatja azt a rendező. És hát fordítva is érdekes a dolog, amikor megnézzünk egy filmet, és utána olvassuk el azt a könyvet, ami alapján készül, ilyenkor pedig óhatatlan, hogy a film jeleneteivel dolgozik a fantáziánk, és akkor már kevesebb terepe van annak, hogy mi magunk egyébként hogy képzelnénk el, nem nagyon tudunk elvonatkoztatni a filmtől. És a drámák esetében ez még bonyolultabb. Egyes felfogások szerint a dráma az eleve egy adaptációra született műfaj, ami azon kívül nem is igazán létezhet. De azt hiszem, hogy ez azért nem minden drámára igaz, hiszen nagyon sok klasszikus dráma van, ami olvasmány élményként is abszolút ad egy katarzist, és önálló művészeti alkotásként is értelmezhető. Az ember tragédiája az ráadásul még bonyolultabb a dolog, hiszen Madács a drámai költemény megjelölést adja neki, és sokan úgy gondolják, hogy ezt nem is lehet igazából úgy tekinteni, mint egy színpadra szánt művet. Talán Madács maga sem annak szánta, hiszen annál sokkal komplexebb, és a terjedelme miatt is nehéz egy estés előadást összehozni belőle. És inkább egy filozófiai műről van szó, vagy egy szatíráról van szó. Jankovics Marcell, azt hiszem, egy olyan mondat is elhangzott tőle egyszer egy interjúban, hogy igazából ez nem is színpadra való, de hát erőlködnek. Hát azért nyilván nagyon jó dolog, hogy sokszor erőlködnek, és azért ebből gyönyörű dolgok származnak, de való igaz, hogy az animáció világa, amit például ő választott erre, az elképesztően sok lehetőséget tartogatott magában. De visszatérve a kérdésre, hogy az adaptációnak milyen rétegei vannak, itt ugye a hűség a kulcskérdés, hogy lehetséges egy olyan felfogás, hogy úgy közelítjük meg, hogy akkor jó az adaptáció, hogyha hű az eredeti műhöz, és minél inkább visszaadja annak akár a történetét, akár a szellemiségét, hangulatát. Viszont, hogyha olyan szempontból közelítünk a dologhoz, hogy mint film működik-e, és képes-e új önálló alkotássá válni, akkor itt viszont már is egészen mások lehetnek a szempontok. Hiszen a film az egy önálló nyelv, a film is, itt az előbb elhangzott, hogy a színház nyelve egyetemes, valahol a film is, tehát a képek nyelve az egyetemes. És lassan azt kell keresnünk, hogy minek a nyelve nem egyetemes. Igen. Bár nyilván azért ezzel is lehet vitatkozni, mert nyilván a képek nyelvét is el kell sajátítani, és azzal kapcsolatban is szert kell tenni egy műveltségre ahhoz, hogy a szimbólumokat mondjuk tudjuk értelmezni, de ez megint egy teljesen másik történet. És az is elhangzott itt az imént, hogy a videó az nem ugyanaz, mint a színházi előadás. Valóban, tehát attól még, hogy zajlik valahol egy előadás, és játszanak a színészek, és ott a közelben bekapcsolunk néhány kamerát, attól még nem lesz film, hiszen ahhoz, hogy ez egy valóban önálló új alkotás legyen az eredeti műhöz képest, ahhoz
ahhoz jól kell használni a filmnyelv eszköztárát, a kameraállásokat, a kompozíciókat, és számos egyéb olyan elemet, és ezeknek eredtem a nyomába, vagy ilyen szemszögből próbáltam megvizsgálni ezt a három alkotást. Igen, mert itt írod azt is, hogyha rögzítenek egy színházi előadást több kamerával, vagy hogy, hát tulajdonképpen az is már adaptáció, és hát a Jelesféle film is a másik véglet talán. Induljunk is el, hát a színházi előadás rögzítést most hagyjuk, de három feldolgozást, három filmet említesz, boncolgatsz, időrendben is Szinetár, Jeles és a Jankovics Marcell féle. Teljesen más a három. Nézzük meg, Szinetár a leghagyományosabb és a legrégebbi. Induljunk tőle. Igen, ez ugye egy... Hát a tévéjáték és a játékfilm között valamiféle átmenet. Azt hiszem, hogy igazságtalanok lennénk, hogyha ezt az alkotást olyan szempontból vizsgálnánk, hogy mennyire hozza a film formajegyeit, mérsékelten hozza, ez tény és való, de nyilván ehhez hozzátartozik az is, hogy nyilván kisebb költségvetésből rövidebb idő alatt készült, és nagyon sokakkal megismertette közben ezt az irodalmi művet, mint ahogy a számos egyéb tévéjáték, ami a Szinetár érában készült. De az kétségtelen, hogy nem annyira tudatosan használja a filmnyelvet, mint akár a másik két alkotás, de nem is feltétlenül ez volt a célja, és nem is feltétlenül ez volt a szándéka, úgyhogy semmiképpen nem lebecsülendő ilyen szempontból, és nagyon sokan ezeken a tévéjátékokon keresztül ismertek meg klasszikus alkotásokat. A Jeles András féle film az... Arra abszolút mondhatjuk, hogy film, és hát talán már az adaptáció fogalmát is nehéz rehasználni, inkább inspirációnak tekinthetjük, hiszen jelentősen eltér az eredeti cselekménytől is, és talán az üzenettől is eltér. És a mai néző számára, már nyilván akkor is, amikor készült, egy eléggé bizarr alkotásról van szó. Jó az a film? Hát... Ez relatív, hogy jó, milyen szempontok alapján. Nyilván... Provokáció miatt. Nekem szubjektíven nem annyira tetszik, de ez abszolút ez egy magánvélemény. Ettől még elismerem, mint filmet, és és elemzése benne. Adja magát az a... Abszolút, igen. És hát a harmadik, a Jankovics Marcell féle animációs alkotás, az engem lenyűgözött teljesen, amikor először láttam, és tényleg ez egy nagyon-nagyon szerencsés találkozás. A Madácsi mű talán ebben a formában tud működni vizuálisan a legkomplexebben és a legteljesebben, hiszen rengeteg lehetőséget ad az animáció arra, hogy az eredeti műben lévő szimbólumokat gyönyörűen kibontsa, és úgy őrizze meg az eredeti mű szellemiségét, hogy közben rengeteget tesz mellé, és hozzáad, és nem csupán illusztrál, hanem tényleg egy új önálló alkotás is keletkezik, úgy, hogy közben hű az eredetihez. És vajon milyen művek azok, amik rajzfilmként a legjobbak? Mert említed Rejtő Jenőt is, hogy az ő megfilmesítései nem az igaziak, de hogy ott rajzfilmben ott is jobban működik ez. Vajon miért? Madács és Rejtő Jenő, mi köti össze őket? Talán az, hogy egyiknél sem tehát a film, az élőszereplős film az talán túl konkrét, és emiatt okozhat csalódást, hogyha az eredeti olvasmányélményhez viszonyítunk. És az animáció az szimbolikusabb tud lenni, és kicsit jobban tud akár karikírozni, sémákat működtetni, egyszerűsíteni, hogyha kell, és egyszerűen a szimbólumok nyelve az sokkal inkább tud rajta működni.
Köszönöm. A váratlan kérdésekre is nagyon meggyőzően válaszoltál. És akkor köszönjük Pusztai Virágnak. És akkor egy újabb téma, a design, a divat világa, Egri Petra. A változatosság kedvéért ugye volt Debrecen, Szeged, most Pécs következik. Ilyen távlatai vannak a magyar művészetnek, ugye, sőt. És hát az a kérdésem, hogy itt a szocialista divatról írtál, illetve egy Király Tamás nevű, nem is tudom, alkotó, designer, művész, majd erre is rákérdezek, mennyiben művészet a ruha, a divat, de egyelőre nem, hanem hogy mi az, hogy szocialista divat. Ugye embernek eszébe jut, aki még emlékszik, hát mondjuk a szovjet nők, hát egy ilyen szürkeséget lát, vagy, és kontyot, hogy ez egy ilyen oximoron, vagy mi ennek a lényege? Köszönöm szépen. Igen, hát a tanulmányom címe a szocialista jóízlés allegorikus dekonstrukciója, Király Tamás divat performansza. Össze is kötődik egyébként a két színház tudományi témával a divat performance téma. Lehet, hogy innen indítok, és úgy közelítünk a szocialista divathoz, mert itt több kérdés is felvetődött. Tehát én alapvetően a doktori dolgozatomban is, meg a most áprilisban megjelent könyvemben is divat performanszokkal foglalkozom. Tehát a Király Tamás az valami olyan, ami szembe működött ezzel az úgynevezett szocialista jóízléssel, a hivatalos divattal. De ahogy a tanulmányban is írok róla, azért ez egy rétegzettebb dolog volt a rendszerben. Tehát volt egy úgynevezett hivatalos divat, ami valóban általad is említett kontextusba és képi elemekbe beleillik ebbe az egyfajta szürkeségbe. Ez a rendszer által kontrollált és a divatintézet által nagyon kontrollált, elfogadott divat volt, ami uniformizált is volt természetesen. Na, ezzel szemben működött ugye a Király Tamás, aki valami radikálisan teljesen más csinált. Mind az anyag használatában, mind a művészi hitvallásában teljesen az ellenpontján volt ennek a szocialista divatnak, mégis ebben az időszakban működött és tudott ő működni. Egyfajta ellendivat, posztdivat, posztmodern divat, amit ő megtestesített. És hát a témaválasztás, erre is azt hiszem, hogy rákérdeztél, az úgy adódott, mert a rendszerváltásnak ugye a 30. évfordulója 19 és 2020 központ a Covid érában volt, és hát itthon fantasztikus divatkiállítást csinált a Rócsét Kláráról pont, a Simonovics Ildikó kolléganőm, divattörténész kolléganőm. Úgyhogy adott volt, hogy akkor nézzük meg az ellenpontot is, a Rothschildot is, aki beleillett ebbe a hivatalos szocialista divatba, illetve annak a luxus változatát képviselte, tehát azért nem nagyon engedhették meg maguknak sokan ebben az időszakban végképp azt, hogy Rothschildtól öltözködjenek. Azt hiszem, hogy egy képet is közöltetek, én nagyon örülök neki egyébként, hogyha lehet folyóiratokban képeket közölni, manapság már nagyon-nagyon ritka. Tehát van egy kép is, azt hiszem, amin a Rócsét Klára Titónéval ül a szalonjába, és egy divatbemutatót, egy privát divatbemutatót tesznek neki, ahol egy ilyen prém bundát mutat be az egyik modell. Tehát így nagyon összesűrítve és nagyon tágan kezelve a témát, így röviden így lehetne válaszolni a kérdésedre, és akkor elmerülünk mélyebben, azt hiszem, a témában. Még előtte tegyük tisztább ezt a két nevet, ami elhangzott, hogy ki ez a Király Tamás, hova kössük korban, a tevékenységben, és ki Rothschild Klára, mert gondolom a legtöbbeknek az üt eszébe, hogy kerül ide ez a gazdag bankár családnak a tagja.
Simonovics Ildikó kolléganőm számtalanszor megkapja ezt a kérdést, mindig szoktam figyelni a munkásságát. Nem volt semmi köze a bankárokhoz. Tehát ez egy klassz név áthallás volt, nem az a Rothschild. És erre számtalan példát hoz az Ildikó, hogy miért nem. Ő ennek komolyan utána ment, és tényleg nem. De hát ugye a Rothschild Klára ezzel a névvel játszott, és nagyon klasszul meg tudta élni a név mögött rejlő szimbolikát, kvázi. Ugyanabban az időszakban tevékenykedtek mind a ketten, a Rothschild is és Király Tamás is. Rothschild Klára, ugye, mint ahogy említettem, a rendszerbe beleillett. Tehát ő szállította azt a fajta kifinomult változatát a szocialista hivatalosan elfogadott divatnak, ami mondjuk egyébként Chanel minták alapján dolgozott. Tehát ő volt, aki megtehette, hogy külföldre a párizsi divat bemutatókra ebben az időszakban kijutott mégis. A király ugye... Király... Álljunk meg egy pillanatra. Miért ő került előtérbe? Mi volt, ő tényleg a divathoz értett ennyire, vagy más előnyei voltak? Illetve miért volt ez a rendszernek fontos, vagy elfogadható, hogy legyen egy ilyen elit divat, mikor hát nem ezt sugallták, és ez irigységet, indulatokat kelthetett? Egyfajta reprezentációja volt annak, hogy a rendszer ugye működik, kiváló. A Rothschildot oda lehetett állítani emögé, a dolog mögé. A királlyal nem tudták volna ezt megtenni, mert teljesen a rendszerrel szembe ment, lázadt mindenfajta. Ugye látjuk is, vagy írok is erről a 89-es divat performanszáról a Batthyány téren, ami pontosan azt a szimbolikát bontja meg, ami a rendszert idézi. Tehát, hogy ez ott nem működhetett volna. A Rothschild az egy klassz figurája tudott ennek lenni, és tudta azt reprezentálni, hogy minden működik, minden klassz, kvázi ugyanolyan dolgokat tudunk kreálni, mint nyugaton, de ez egy látszat volt. Tehát, hogy valójában egyébként azok a tervek is, amit méltattak egyébként ugye az asszonyok, a nőklapja hasábjain, azok a ruhatervek, meg a bemutatott ruhák akár, ezeken a vásárokon és versenyeken, azok nem voltak elérhetőek ugye a skálakóban például. Tehát ugye az átlag ember az nem úgy öltözködött, és nem a Rothschildtól öltözködött természetesen. Akinek volt pénze, megtehette, vagy ő csak egy körnek dolgozott? Hát leginkább az utóbbi, tehát hogy a vásárlói közt volt ugye a bármi meglepő is, de Kádárnak a felesége, illetőleg a Titónak a felesége. Tehát, hogy még nemzetközi piacra is, hogy egy csúnyán akarjuk mondani, akkor dolgozott. Ami kvázi egyébként megdöbbentő. De igen, ez a kiváltságolt rétegnek volt a divatja. Illetőleg az Ildi kiállításán felvetődnek azért ennek árnyalatai is, tehát, hogy volt, aki kifejezetten mondjuk tanárnőként kispórolt több havi fizetését, hogy meg tudja venni a Rothschild ruháját. Tehát erre is akadt éppen példa. Azért eléggé drágák voltak ezek a műalkotások. Visszadobva a labdát, a műalkotása a divat, vagy művészete a divat kérdéskörre, hogyha ezen a ponton lehet válaszolni, akkor annak örülök. Ha nem, akkor mondd, hogy milyen irányba. Még Király Tamás tisztázzuk, tehát ő miből élt? Mert amit leírsz, hogy ő kartonpapírból csinált felső ruhát, ugye, hogy direkt ilyen mulandó anyagokból, hát nyilván eladni ruhát nem tudott, tehát ő miből élt akkor? Ezt a kérdést, amit te most föltettél, ezt megkérdezték tőlem Moszkvába is a kollégák, egyébként egy divatkonferencián. Miből élt Király Tamás? Ha nagyon kevéssé megfontolt módon kellene válaszolnom, mert akkor azt mondom, hogy a barátaiból. Neki a divat és azok a speciális tervek, amiket készített, az nem arra szolgált, hogy ő ezt eladja, ő ebből meggazdagodja, ez egy művészi hitvallás volt. Mi volt Király Tamás? Divattervező, performer, művész. És akkor megint ott vagyunk sajnos annál a kérdésnél, hogy a divat művésze. És most értünk el oda, igen. Ő neoavangárd művész volt, vagy underground, és egyáltalán művész volt-e akkor? De mind a háromra igennel lehetne válaszolni. Volt egyébként egy kiállítás, szerintem néhányan látták is a Ludwig Múzeumban nem olyan túl régen, Király Tamás Out of the Box címmel. Ott a kérdéseidre mindegyikre igennel válaszolt volna bizonyára a kurátor kolléganő.
Igen, tehát nagyon-nagyon speciális tervei voltak, de olyan tervei voltak, amik a nemzetközi divat szcénába, mondjuk az angoloknál, az Alexander McQueen-nel vetekedett. Az Alexander McQueen neve óriási volt ott a Nyugat-Európában, és illetve a Jean-Paul Gaultier-nek a tervei, és barátok is voltak ők, meg Vivien Westwooddal is barátok voltak. Tamás is, Király Tamás is kijutott azért olykor-olykor külföldre, és például a Dressater divat bemutató Nyugat-Berlinben, az valami iszonyat klassz dolog volt, hogy oda kijuthatott. Ez egy neo-avantgárd esemény volt, Victoria Skoda tervező hozta össze ezt az eseményt. Micsoda nevek. Így van. Tehát, és ott az egész, és valamit a divat performanceból egyébként, hogyha meg akarunk érteni, akkor valóban a Dressatert kell elővennünk egy ilyen példaként. Ott a kifutó az nem úgy volt elképzelve, mint egy átlagos divat bemutatón, hanem egy függő, régen egy függő folyosón sétáltak a modellek, sétáltak, olykor végigfutottak rajta. Tehát nem a klasszikus divatbemutató terében mutatódtak be ezek az egyébként nagyon különleges anyagokból készült, nagyon exkluzív tervű kollekciók. Ez a kollekció, amit elvitt, ez egy ilyen geometrikus formákból álló kollekció volt kifejezetten ott, és ki tudott jutni erre a divatbemutatóra minden ilyen korlátozás ellenére. Noha egyébként akkor már a rendszer azért erősen tartott a felbomlás irányába. Tehát ő akkor félig meddig elismert művész volt, és akkor tehát így tartották számon. Tehát nem szorult ő egy ilyen szubkultúrába. Ez az elismert volt, vagy nem elismert volt, ez egy nagyon nehéz kérdés. Mindig úgy érezte, az interjúkat olvasva a Király Tamáson, mindig azt érezte, hogy ő nem volt egy elismert alkotó. Több minden nem is volt számára adott. Egyrészt az anyagi feltételek sem, másrészt az sem, hogy azért ez nem úgy működött, hogy ő oda ment, ahova kitalálta és ahova meghívták. Ez a Dressater egy kifejezett olyan alkalom volt, amire sikerült összehozni azt, hogy ő akkor oda ki tudjon menni és be tudja mutatni a kollekcióját. De azért korán sem ugyanazok voltak a feltételek számára, mint ami mondjuk Rothschild esetében, aki tényleg inspirációs utakra mehetett, és kvázi nem is ő, visszatérve arra, hogy milyen skilljei, milyen tudása volt a Rothschildnak, nem is ő rajzolta le azokat a ruhákat, hanem megvoltak rá az emberei. Ő egy ügyes, gyakorlatilag úgy mondhatnak, hogy egy ügyes üzletasszony volt, aki a divatot egy ilyen szintre fel tudta a szocialista korszakban emelni. És egyedülálló jelenségek voltak ők, vagy voltak kis Rothschildok, akik konkuráltak, vagy alternatívát adtak, illetve más Király Tamások, illetve ők illeszkedtek egy művészi környezetbe, nem tudom, hogy ilyen művésze, festők, performanszerek, meg írók, ez egy társaság volt akkor? Ja, a Király Tamás a Fiatal Művészek Klubjában tevékenykedett, voltak barátok, akiknek hasonló volt az érdeklődési köre nyilván. Ugyanolyan ikonikus alakot, mint Király Tamás nem lehetne, vagy én nem tudnék most itt abból a korszakból megemlíteni. Nemzetközi kortársai voltak, tehát ahogy említettem, a Jean-Paul Gaultier, a Vivien Westwood is, ők barátok is voltak, tudtak néha találkozni. Itthon nem volt egy másik Király Tamás, ezért tud izgalmas lenni a Király Tamás téma egyébként akár Moszkvában is. Igen, és engem az is érdekel, hogy nyugaton voltak párhuzamok, de vajon a kelet-közép-európai országok között, más országokban is, mondjuk Lengyelországban, vagy akár Szovjetunióban volt hasonló jelenség, akár az elfogadó, tehát Rothschild Klára félére, akár a, hát gondolom erre az avantgárdra inkább. Én úgy gondolom, hogy mind a kettőre igen. Tehát, hogyha a nemzetközi kontextust nézzük, akkor vannak abszolút párhuzamok. Kifejezetten én velük foglalkoztam, tehát nem a kortársakkal, de Simonovics Ildikó is említ párhuzamokat, pont a lengyel. Volt is egy konferencia ugye a Magyar Nemzeti Múzeumban, ami nem csak Rothschild köré, hanem a kelet diorjai címet kapta, azt hiszem ez a konferencia. Tehát, hogy voltak párhuzamok természetesen, de mind a kettőre, tehát nem csak az avantgárd, hanem a hivatalos szocialista divatra is. Azért noha azt kell mondjuk, hogy ugye nyilván Moszkvában ez sokkal szigorúbban volt véve, mint ahogy nálunk. Tehát
ott inkább a Rothschild párhuzam, ami én azt gondolom, hogy helytálló, és ami megjelenhetett más művészeknél is ilyen hasonló hitvallásként. És akkor végül azt kérdezem, említetted, hogy most jelent meg könyved, hogy mivel foglalkozol, hogy áll össze az egész kutatás, design, divat, ellendivat, mi érdekel ebben, hogy jutottál ide, és hogy tanítasz, ez milyen tanszékbe fér bele? Én az alkalmazott művészetek tanszéken tanítok, akkor ez itt a reklámhelye a PT-n. Tehát beleillik a dologba. Egyébként a divatkutatásoknak most van, én úgy érzem, egy boomja itt Magyarországon is. Én 18-ban folytattam, hogy úgy mondjam, a divatkutatást, amit 11-ben elkezdtem. Annak idején én az ELTÉ-re jártam, és ott kezdtem el divatkutatással foglalkozni. Akkor nagyon-nagyon kevesen voltunk, nagyon kevés ember foglalkozott ezzel. Most egyre többen vagyunk. Azt kell mondjam, és ez nagyon-nagyon szerencsés dolog, amikor az ember kutatótársakra lel, akikkel lehet eszmét cserélni arról, ami őt érdekli és foglalkoztatja. Ugye a doktori kutatásom, ami most már lezárult és megvédtem a doktorimat, a divat performanszok témáját érinti. Én a nemzetközi szcénára is kitekintettem, meg kitekintek a könyvemben és a disszertációmban, az Alexander McQueen divat performanszait elemzem. Az egésznek van egy színháztudományi keretje, tehát azért mondom azt, hogy folytatása a két író társamnak ez a beszélgetés, mert ugye a divat performance kérdéskörnél megkerülhetetlen a színháztudományi kontextus, és én magam is színháztudományi konferenciákra is járok, a design és divat konferenciák mellett. Itthon is egyre több divat konferencia és design konferencia van, hála jó Istennek. Szóval így mixelni szoktam, hogy a színházas identitásom is félig meddig megvan, meg ez a divatkutató identitás is, ami szerintem megint szerencsés. Ez egy interdisziplináris kutatási terület, hogy úgy mondjam. Úgyhogy például a divat performanszokhoz az Ártó felől nyúlok, Antonin Artaudnak a Kegyetlenség színháza felől, vagy a Gordon Craig Über marionette elmélete felől, ami azt gondolom, hogy egy előadás elemzés, egy divat performance elemzés, az nagyon-nagyon hasonló tud lenni, mint egy színházi előadás elemzés. Más a narráció, egyébként ki is térek a könyvemben arra, hogy vannak kifejezetten divatról szóló színházi előadások itthon is. Ugye a Gólem Színház pontosan a Rothschild Klára életét vitte színre, nagyon klassz monodráma volt, erről is szól egyébként a könyvem egyik fejezete. Király Tamás is divat színházat, ruhaszínházat, ahogy ő mondja, működtetett, ott pedig ő a Baltazár Színházzal dolgozott együtt, és a Shakespeare Szent Iván éjjel álmát csinálták meg. A címe az lett az előadásnak, hogy Baltazár éjjel álom. Ott a ruha nem jelmezként van elképzelve, tehát ezekben a speciális előadásunkban a ruha nem jelmez, hanem a ruha történetek köré van az egész előadás szervezve. Tehát nem egy ilyen kiegészítő elem, hanem pontosan ez van a fókuszban. Úgyhogy valami ilyesmivel tudnék válaszolni a kérdésedre. Hát nagyon köszönöm, sok újat hallottam, és gondolom a nézők többsége is. Köszönjük. És akkor Falusi Márton elköszön. Elköszönök. Hát látszik, hogy milyen sokféle ismerettárggyal foglalkoznak a szerzőink és a magyar művészet írásai. Erre mondja valaki azt, hogy szürke minden teória, de zöld az élet aranyfája. Hát azt hiszem, hogy ez elég színes és izgalmas kavalkád volt, amiről itt hallhattak. És még egy dolgot szeretnék parafrazeálni abból, ami elhangzott. Ugye, miből él egy folyóirat? A barátaiból. Ezért arra invitálom mindnyájukat, hogy még egy rövid beszélgetésre, eszmecserére maradjanak itt velünk, és még egyszer nagyon megköszönöm a megtisztelő figyelmüket és a jelenlétüket.